Győri készíti le, gazdag, és gól! Megvan a vezetés! Kihasználtuk a szabadrúgást. Nálunk az előny. Nagyon kellett ez a gól. Reméljük, ez már azt jelenti, hogy itthon tartjuk a három pontot. Lasz, aztán Pap. Lőrinc. Vajda rángatja a mezét. Lőrinc. Kofiás. Kofiás! Nagyon szép gól! Kofiás! Kofiás nagyon szép gólt ragasztott az ellenfél kapujába. Az egész onnan indult, hogy Lőrincet nem tudták elnyomni. Begyalogolt a 16-oson belőre. Középre passzolt. Kofiás átvette, és bevágta a léc alá. Jól védekezett a Győr, végig masszívan, és védték a kapujukat, kontrákból tudtak eljönni. Én bíztam a sikerben, és a csapattársaimban a sikerülni fog, és meg tudjuk nyerni, és szerencsére így is lett. Az edző azt mondta a fél időben, hogy ne adjuk fel, vagyis tegyünk rá még egy lapáttal, és meg fog jönni az eredménye, és így is lett. Küzdöttünk tovább a győzelemért, és sikerült megszerezni ezt a két gólt, és a cserékről pedig annyit, hogy nagyon jól szálltak be tényleg, szerintem is. Nagyon fontos győzelmet arattunk, nem csak a három pont miatt, hanem inkább mentális oldalról tekintve, hiszen egy nagyon nehéz időszakon vagyunk túl. Több hét telt el győzelem hiányába, úgyhogy ez a győzelem tényleg a srácoknak a további munkához adott egy löketet. Emiatt is volt fontos ez a mérkőzés. Igen, valóban nehezen tudtuk megszerezni a vezetést, kicsit monoton volt a játékunk, de ezt be lehet tudni annak, hogy ez már a harmadik mérkőzésünk volt rövid napok leforgása alatt. Kicsit fáradtabban mozogtunk, de úgy érzem, hogy a cserék azok ültek és tudtak lenni a mi játékunkon, és megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. Bízom benne, hogy a továbbiakban visszatalálunk arra az útra, amin elindultunk, és meg tudjuk valósítani a céljainkat, amiket kitűztünk magunk elé a szezon elején.